Templomunk építésének pontos idejét nem tudjuk. A 14. és 19. század között épült. Három építési fázist különböztetünk meg. A legrégibb a templom szentélye, ahol jelenleg is állunk. Minden valószínűség szerint a 14. században épült. Erre utal a két címeres papi ülőfülke, amely itt van mögöttem. Eredeti állapotában megmaradt a felújítást követően. A két címerpajzs tanúsága szerint minden bizonnyal Nagy Lajos korabeli lehet. Az egykori templom és annak szentélye gótikus stílusban épült. Erre utalnak a gótikus mennyezet boldai indító kövei, amelyek a templom falán mind a mai napig láthatóak. 1514-ben az egyházközség egy freskót festetett, ami mögöttem is látszik. Minden valószínűség szerint Szent Mátont ábrázolhatta. A felújítás során került elő teljes egészében a freskótöredék. Megpróbáltuk konzerválni, megmutatni azt, ami éppen maradt, és kialakítani úgy, hogy láthatóvá váljon mindaz, amit valamikor a festő megpróbált felfesteni a falra. Mellette található a szentségtartó fülke, ami szintén kőkeretes, az egész templomra jellemző maga a kő, hiszen kőből épült a templom, kő padlózata van, az egykori gótikus mennyezet boldai indító kövei szintén látszanak a templom falon. A szentségtartó fülke jellegzetessége a deszka boltozat, amelyet minden valószínűség szerint a szentségtartó fülke kialakításakor helyeztek el, és mind a mai napig megtalálható benne, és éppen maradt. A templomhajó 1824-ben épült, azt követően épült meg a templom torony 1874-ben. 1904-ben kerékgyártó István debreceni orgonaépítő építette meg a jelenleg is látható, működő orgonát, amelyet idén restauráltunk és fejeztünk be, és az is teljes pompájában, színvilágában, hangzásában működik. A település első írásos említése egy 1231-ből származó oklevél, ebben az időben már a település templommal is rendelkezhetett. A falunak a története szorosan összefüggött és szoros kapcsolatban állt a tőle nem messze, mint egy 8 kilométerre levő kővárnak a történelmével. A város kapitányai általában berkeszi nemesekből származtak. Két jelentősebb katona Zsigmond és fia katona Miklós. Katona Miklós az 1848-as szabadságharc idején bemtábornok oldalán is harcolt. Jellegzetessége ennek az eseménynek az is, hogy a szabadságharcra induló katonák itt templomunkban közösen reformátusok és katolikusok ökumenikus istentiszteleten, misén vettek részt, és a feljegyzések szerint, amíg a katolikusok áldoztak, addig a reformátusok énekeltek, és amikor a reformátusok vettek úrvacsorát, akkor a katolikusok énekeltek. A Vesztes-Dézsi csata után katona Miklós már nem jött vissza a településre, miután meghalt, akkor hozták haza, és temették el itt a szülőfalujában. A 14. és 17. század között a település mezővárosi ranggal rendelkezett, négy országos vásárt is rendeztek itt Magyarberkeszen. Az országos vásárt Szapolyai Jánosig tudjuk visszavezetni, aki Rót Orbánnak adományozta, róla Komonnai Ugyet Bálintra szállt, aki az egyházközségnek adományozta. Az országos vásár jog mellett 1679-ben apafi Mihály az egyházközségnek adományozta a kocsmáztatási jogot is.